Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hangyák kórusa. Az erdő kis lakói elhatározták, hogy ünnepi koncerttel búcsúztatják el az évet. Holnap lesz az év utolsó napja, szónokolt Bagoly doktor. Sötétedéskor legyen itt mindenki, és zenéljünk együtt. Én leszek a karmester. A hangyakórus fog énekelni, mi pedig kísérjük őket csengettyükkel, csörgőkkel, dobokkal, mondta Babóca a Katica lány. De honnan szerzünk ilyesmit? Kérdezte Bogyó. Készítünk magunknak, javasolta Pihe. Gyertek el holnap hozzám, és hozzatok magatokkal mindent, ami hasznos lehet. Gesztenyét, tobozt, hulkapálcát. Nekem van egy egész láda csengettyűm, elhozom azt is, szólt Milla a hóbogár. Hurrá, ez nagyon jó ötlet, lelkendeztek a többiek. Másnap mindenki korán kelt, és összegyűltek Pihe házában. Hozzáláttak a tervezgetéshez. Csak hamar jobbnál jobb ötleteket vetettek papírra. Mindenki mást készített. Babóca kifúrt egy tojást, rizszemeket töltött bele, aztán két kanál közé fogta a tojást, és ragasztó szalaggal körbe tekerte az egészet. Ügyes kis csörgő lett belőle. Gömbi kavicsokat rakott egy konzervdobozba, ez jóval hangosabb volt, mint babócáé. Vendel egy kör alakú dobozból, néhány fagolyóból, zsinórokból és egy botból fabrikált magának ütőhangszert. Bogyó megtöltött egy papírgurigát papszemekkel. Baltazár gesztenyecsörgőt készített. Kifúrt néhány gesztenyét, felfűzte egy drótra, és büszkén megrázta. Pihe fémkupakokat vett elő, felerősítette egy-egy zsinórra, a zsinórokat pedig rákötötte egy bot végére. Igazi csörömpölő hangot adott ki. Mind lelkesen próbálgatták a hangszereiket, zengett a ház a hangos csörömpöléstől, amikor egyszer csak betoppant Milla. Elvesztettem a csengettyűket, sírt kétségbe esve. Keressük meg a csengettyűket, javasolta Bogyó. Ott lesznek valahol az út mentén, csak végig kell mennünk az úton, ahol a szánkó haladt. Mind elindultak a hófötte erdőben. De hiába keresték, kutatták a csengőket, hiába járták végig az egész domboldalt, egyetlen csengettyűt sem találtak. Ez nem lehet, nem tűnhettek el, mérgelődött Vendel. Így nem lesz csengőszó, szipogott Milla. De lesz, nyugtatta meg Bogyó. Ne búslakodj, Milla, elhozom a szélcsengőt, amit a télapótól kaptam. Sötétedéskor az erdő összes kis lakója összegyűlt a dombtetőn. Már csak Bagoly doktor hiányzik, karmester nélkül nem kezdhetünk bele, mérgelődött a hangya királynő. Ott van, megjött Bagoly doktor, kiáltott ekkor Vendel, és az égre mutatott. Ide nézzetek, mit hoztam! A csengettyűim, megtaláltad őket? Kérdezte meglepetten Milla. Igen, láttam a magasból, ahogy csillognak a hóban, és nyomban összeszedtem mindet, mesélte büszkén a Bagoly. Akkor ezért nem találtunk már semmit sem a hegyoldalon, mondta nevetve Milla, és megölelte Bagoly doktort. A hangyakórus belekezdett az első dalba, felcsendült a vidám énekszó. A Szent János bogarak csengették Milla csengettyűit, szólt a sok csörgő, az erdő megtelt muzsikával. Hajnalig szólt a dal, a kis barátok vidám énekszóval köszöntötték az új évet.